Sziasztok! Mai videóblogomban a mai napról szeretnék nektek beszélni, illetve mi történt a tegnapi napon az Oktatási Bizottságon, illetve szeretnék egy kis felvilágosítást is nyújtani azok számára, akik nem mozognak otthonosan az önkormányzati dolgokban. Ilyen például az, hogy bizottsági ülés, testületi ülés, testület bizottság összetétele. Tehát kezdjük az elejével. Tegnapi napon több bizottsági ülés is volt. Én például a Népjóléti Bizottságnak vagyok a tagja, és a Kulturális és Sport Bizottságnak, de ez a téma, amiről én most szeretnék beszélni, ez az Oktatási Bizottságon történt, amit az EDTR-en megtaláltok. Ugye a legelső videómban én beszámoltam nektek az EDTR-ről, annak a működéséről, és itt van... Köznevelési Nemzetközi Kapcsolatok és Közbiztonsági Bizottságnak az ülése volt, ahol az én frakciómból Jószai Attila, Fazekas Verba Szabolcs és Orosz László a bizottsági tag. Ebből ugye kettő önkormányzati képviselő van, Orosz László és Jószai Attila. Ezek a napi rendi pontok voltak, de minket most csak ez érdekel. A Szigetszentmiklósi Kardos István Általános Iskola gimnázium és szakgimnázium intézményvezetői pályázatainak véleményezése. Eddig ez tök normális dolog, ugye a volt igazgató, vagy a jelenlegi igazgató, kinek hogy tetszik, hogy hívom, ugye nyugdíjba megy, és helyette kell valaki. Éppen ezért ugye pályázat lett meghirdetve, amire kettő jelentkező is volt. Egyrészt Nagyné Gazsó Mária, aki ott dolgozik, ismert a diákok és a többi pedagógus előtt is, illetve Adorján Botond volt, akiről nem sokára ti is hallotok, de gondolom olvastátok a híreket, úgyhogy nem fogok tudni újat mondani. Illetve itt van az anyag, az előterjesztés. Na, tehát tulajdonképpen ez úgy működik, hogy ugye a mai nap már volt, aki kérdezte a Facebookon, hogy mi köze van ennek az önkormányzathoz, hiszen ez klik feladata. Igen, ez úgy működik, hogy a bizottság jelen esetben, az oktatási bizottság ugye javaslatot tesz a testület felé, hogy kit javasol, tehát egy ilyen előterjesztés van, javaslatot tesz, hogy ők kit javasolnak a bizottsági tagok. Ugye nem mondok újat azzal, hogyha elmondom, hogy a bizottságban is többségben van a fideszes delegáció. Ergo, hogyha ilyen pártpolitikai alapon döntenek, már pedig miért ne döntenének pártpolitikai alapon Szigetszentmiklóson, akkor ugye az fog jobban labdába rúgni, aki közelebb van a tűzhöz. És ezzel nem mondtam semmi csúnya dolgot szerintem. Nos, így történt ez a tegnapi napon is. És egy kicsit még visszakanyarodnék 2012-re, ha jól emlékszem. Szigetszentmiklós a gimnázium, Batthyány Kázmér gimnáziumról van szó, ahol biztos emlékeztek Mede Norbert nevére, akit Angliából hívtak haza, és hirtelen igazgatóvá varázsolták odafentről. Ezt ugye megelégelte a tanári kar, szülők, diákok is, és fáklyás felvonulás is volt tüntetéssel együtt. Aztán Mede Norbert meghátrált, és új igazgatóját a giminek, és tudomásom szerint azóta is ő irányítja az iskolát, és ugyanúgy jó hírneve van országosan a giminek, mint eddig volt, azelőtt volt. Most visszatekerek a jelenbe. Tehát ugye elmegy az adott igazgató nyugdíjba, helyette ugye ketten jelentkeztek. Egy olyan pedagógus, aki ott dolgozott, illetve egy olyan személy, aki nem dolgozott ott végül is, de mivel én nem vagyok az oktatási bizottságnak a tagja, és én más bizottságokban voltam aznap, ezért tulajdonképpen én is az interneten értesültem arról, hogy mi történt, és le a kalappal Jószai Attila megérzése előtt, mert ugyanúgy, mint annó a nőgyógyásznál, hogy az internet segített
a nyomozásban. Itt is az internet segített a nyomozásban, méghozzá Attila. Tulajdonképpen az emberünknek az anyagába belenézett. Hát ugye, ő ebben a bizottságban van, minden bizottsági tag elvileg átolvassa az anyagokat, és Attilának gyanús volt az anyag, mert mégis, hogy mondjam, túl szép volt, hogy igaz legyen. És míg betölti nekem az anyagot, addig elmondom, hogy több másolást is talált benne Attila, ami nem volt feltüntetve az anyagban. Tehát magyarul plagizált anyag került a bizottság elé. A bizottsági tagok minden esetre kiálltak mellette. Tehát ezt én is megosztottam tegnap este, amikor ezt elolvastam. Miért nem osztanám meg, hiszen engem nagyon felháborított. Először a Mede ügy jutott eszembe. Ott is ugye tulajdonképpen fentről vezérelték a leendő igazgatót. Itt viszont nem csak az, hogy úgy néz ki, hogy fentről vezényelték, hanem tulajdonképpen copy-pastét nyomott, tehát Ctrl-C, Ctrl-V abteilung, mi úgy szoktuk hívni a munkáján, magyarul plagizált, másolta másnak a szellemi termékét, és ő ezt tette bele az ő anyagába, többet is, több helyről másolt, nagyon úgy néz ki, és tulajdonképpen saját anyagként adta el a bizottságnak, és itt Attila tökéletesen leírja, tehát hogy az iskolában 16 éve tanító igazgató helyettes, a szigetszentmiklósi nagyné Gazsó Mária pályázatát nem támogatta az önkormányzat a mai bizottsági ülésen. Sőt, már szavazni sem tudtunk erről, mert a fideszes többség szemmel láthatóan központi utasításra csont nélkül a Halásztelki Bocskaiban egykori gúny nevén Kapa Egyetem, tanító, erdélyi származású Adorján Botond egyéni vállalkozó, a Szigethalmi Református Egyház Község gondnokának pályázatát támogatta. Tehát, értitek? Tehát egy gondnokot támogattak. Annó Mede ugye pedagógus volt, fiatalként kiment Angliába, gondolom kalandvágyból, ahogy Orbán Viktor is szokta mondogatni, kalandvágyból kiment, a volt gimis igazgató szerint gépnél dolgozott, betanított munkás volt, és utána hirtelen hazajött, és hirtelen igazgató lett belőle. Tehát itt pedig, tehát minden tiszteletem a gondnokoké, mert az ő munkájuk is rohadt fontos, de azért szerintem annyira nem penge egy gondnok, hogy egyből igazgató legyen. Jelen esetben ez történt. Találó az idézet a Fidesz által támogatott Adorján Botond pályázatából. Ettől mozaikra hullhat szét a munka. Igen, jól látja Adorján úr. Az a munka, amit dr. Kis Anna és a városunkban méltán elismert helyettesei, pedagógusai végeztek az elmúlt években. Az a légkör, ami a kardosban tanuló diákokat eddig körbevette, mert ebbe a szeretett teljes környezetbe a lopás, a copypaste eddig nem fért bele. Végül is mit szólnak majd ahhoz a diákok, ha az igazgatójuk egy összevolózott anyagot nyújt be? És akkor itt felsorolja, hogy az interneten milyen anyagokat talált, tehát aki nem értene hozzá, abból az anyagból, amit beadott ez az úriember, kijelölt mondatokat Attila, beírta a Google keresőbe, és Google kidobta, hogy ez tulajdonképpen eredetileg kinek az anyaga volt. És van több ilyen idézet. Ezek itt mind idézetek. Ennél Schmidt Pál sem másolhatott volna szebben, gratulálunk. Még egy copypaste. És még egy tele van copypasteval. Nem folytatjuk, de lehetne. Érdekes adalék, hogy Jószai Attila kérdésére Adorján úr elismerte, hogy ismeri személyesen távolról Bóna Zoltán képviselő urat. Na most ugye föltetjük a kérdést, hogy ez miért volt fontos Attilának ez a kérdés. Hát ugye annak idején Mede Norbert is ismerte a mi polgármesterünket és Kövér Lászlót,
illetve gyermekeiket. Hát most Adorján úr véletlenül ismeri a parlamenti képviselőnket, hát ki ne ismerné Bóna Zoltánt távolabbról. Én is ismerem amúgy. Na mindegy, de attól függetlenül ő még copypastézott, tehát lemásolta másoknak az anyagát és összeollózta, ami a bűn, hogy nincs feltüntetve a forrás. És akkor jöjjenek azok, akik Adorján mellett érveltek az ülésen. Virág Róbert, Fidesz, ő önkormányzati képviselő amúgy. Jámborni Miskolci Éva, Fidesz, Fodor Antalné doktor, Szöszi. Ők ugye külsős delegáltak. És azok, akik ezt megszavazták. Tehát értitek, ez a három személy még érvelt mellette. Sajnálom, hogy nem voltam ott, mert meghallgattam volna, hogy mi volt az érvelés. Na, biztos olyasmi lehetett, hogy remek gondnok, és nagyon jól gondozná az iskolát. Vagy jó fej, derék ember, legyen iskolaigazgató. Nem, ennél biztos komolyabban állhattak ki mellette. És akkor folytassuk tovább. És azok is, akik ezt megszavazták. Pap István, ő fideszes önkormányzati képviselő, ennek a bizottságnak, tehát az oktatási bizottságnak az elnöke. Virág Róbert, fideszes önkormányzati képviselő. Sallai Gábor, fideszes önkormányzati képviselő. Jámborné Miskolci Éva, Kis Sándorné Mózes Józsefné, ők a Fidesznek a külsős delegáltjai. Fodor Antalné doktor, ő a Szöszinek a delegáltja. Hát mondjuk a Szöszi nem jutott be, tehát mondjuk, hogy a Fidesz részéről beszállt. Amúgy ő a volt alpolgármester, azelőtt pedig polgármester is volt. Valamint Gavalovics Gábor, ő pedig az LMP-nek a külsős bizottsági tagja. A civilekből és baloldaliakból álló összefogás frakció nemmel szavazott a plagizáló Adorjánra. Orosz László, önkormányzati képviselő, összefogás frakció, ugyanúgy független, mint én. Fazekas Verba Szabolcs, összefogás frakció, és Jószai Attila, összefogás frakció, de ő nem külsős bizottsági tag, mint a Szabolcs, hanem ő is önkormányzati képviselő, MSZP tag. Elég volt, minden képviselő és bizottsági tag Szigetszent Miklós fejlődésére esküdött föl. Rombolás, pártérdekek és egy lopós iskola igazgató jelölt, ebbe nem fér bele. Egyetértek. Emlékeztek arra, amikor én a nőmolesztáló orvost, akit házi orvosnak akartak idehozni, vagy jelentkezett, mondjuk azt, hogy jelentkezett ide. És én mondjuk azt, hogy levettem róla az állarcot. Én mit kaptam Fidesztől? Kaptam egy lejárató cikket a szigetszentmiklósima.hu weboldalon, hogy én nem a város érdekeit néztem. Most ők ezek után, főleg aki azt a cikket írta, vagy iratta rólam, meg is jött közben, letöltötte a pályázatot. Most az a személy, az tükörbe tud nézni? Biztos? Nem tudom, hogy csinálja. Tehát akit érdekel, az EDTR-en megtekintheti ezt az anyagot, de amúgy az iskolának a honlapján is fent van, én ott néztem meg először. Jó, tehát elég hosszú. Jó. Érkezett pár komment is hozzá. Igazából ez a Szigetszent Miklósi Válasznak a posztja, ez az eredeti poszt. Egy pár internetes oldal emlékeztet is rá. És akkor most jön a következő rész, és elnézést, hogy ilyen sokáig tart ez a videó. De hát ugye, ki ismeri a vlogolásomat, az a 20-30 ember, tudja jól, hogy nem tudok röviden 3 percbe vlogolni, és a vlog pedig az a műfaj, hogy kibeszéli ember magából a gondolatait. Az már más kérdés, hogy nem biztos, hogy végignézik. Na, tehát, folytassuk. Ezt elolvasva a Szigetszentmiklósi Momentum gondolt egyet, és
petíció aláírásgyűjtésbe kezdett. Szakmailag alkalmas intézmény vezetőt a Szigetszentmiklósi Kardos István iskola élére. Szigetszentmiklóson és környékén élő magyar állampolgárokként tiltakozunk az ellen, hogy a Szigetszentmiklósi Önkormányzat képviselő testülete a város iskolai közösségeinek, szülőknek, diákoknak és pedagógusoknak az érdekeit és véleményét semmibe véve politikai szempontok alapján javasoljon szakmailag alkalmatlan jelölteket a helyi oktatási intézmények vezetői pozícióinak betöltésére. Tiltakozunk Adorján Botondnak a Kardos István Általános Iskola, gimnázium és szakgimnázium intézmény vezetői beosztás ellátására beadott pályázatának támogatása ellen, mert a pályázat számos részletében nem saját munkáján alapul. A jelölt a beadott pályázata alapján szakmailag és emberileg alkalmatlan a pozíció betöltésére. Amennyiben egyetért a petíció céljaival, kérjük a jobboldali oszlopban adja meg a keresztnevét, first name, vezetéknevét, last name és e-mail címét, e-mail, majd kattintson a piros gombra, sign this petition. Támogatását köszönjük. További részletek, mit ad Isten, mit nem, az összefogás frakciónak a posztját mutatja. Jó, tehát itt van oldalt, aki ezzel egyetért, én például egyetértek, ezért aláírom a petíciót itt előttetek, és segítek azoknak, akik mondjuk gyengébbek angolból, mint én, de itt ők azért leírták, hogy keresztnév lesz a first name helyén, tehát nekem János, last name, vezetéknév, nagy, e-mail cím, erre ők nem térnek ki, de igazából ez arról szól, hogy igen, kérek értesítést. Na, igazából ez, hogy kértek-e értesítést róla, ez meg nem kérünk értesítést a petícióról, hogy történt-e vele valami, hogyha nyert. Illetve nézzétek meg itt is, hogy igazából ez az, hogy hozzájárultok, hogy a Momentum alapszervezet lássa a ti adataitokat, vagy ne jelenjen meg. Én hozzájárulok, nekem nincs titkom egy párt előtt sem. És utána, hogyha ezzel megvagytok, tehát aki inkább zárkózottabb, vagy tehát nem kér e-mailre információt, az ide klikkel. Nem szeretné, hogy a Momentum tudja az ő adatait, ide klikkel. Vagy pedig felhasználja az adatait. Ja, igen. Jó. Én felhasználhatják, küldhetnek nekem e-mailt, illetve szeretném, hogyha értesítenének. Aláírom én is a petíciót. Jó, és akkor azt mondja, hogy tök jó, én ezt aláírtam, osszam meg a Facebookon, vagy pedig küldjem el privát üzenetben, vagy hogyha nem szeretnétek, hogy az ismerőseitek tudják, akkor skip for now-ra klikkeltek. Ez azt jelenti, hogy nem fogják látni a Facebookos ismerőseitek, hogy ti ilyen petíciót aláírtok. És ugye megosztja automatikusan a idővonalamon. Most ezzel csinálok egy kis reklámot a Momentumnak, de a cél szentesíti az eszközt, és teljes mértékben igazuk van, ezért vállalom, hogy aláírom. Jó, és még e-mailen tudnám elküldeni ismerősimnek, de nekem nincs levelező listám, tehát nincs olyan listám, hogy kiknek küldjek el ilyen politikai dolgokat, meg nem is szeretem zaklatni ezzel az embereket, ezért ezt kihagyom. Nagyszerű, kidob ilyen cuki kutyákat. Hát azért. Többi. Jó,
Igazából ennyi. Ennyi volt. Azok többi ilyen petíció, többi petíció volt. Jó, tehát már nem is emlékszem, hogy az elején elmondtam-e, hogy tehát mikor a bizottság ül és tárgyal erről, tesz egy javaslatot, és ez a javaslat megy el a testület elé, és mikor lesz a testületi ülés, akkor ugye a testületben is lehet vitatkozni róla, habár az a tapasztalatom, hogy nincs is értelme vitatkozni erről az egész dologról, illetve amióta én vagyok önkormányzati képviselő, nem volt olyan, hogy úgy kellett javasolni iskolaigazgató pozícióra személyt, akinek nem volt meg hogy mondjam, a szakmai háttere. Tehát ez most megint egy speciális eset. Kicsit más, mint a 2012-es, ez szerintem sokkal durvább, és itt a szülőkön, és szerintem a pedagógusokon is van egy kis felelősség, egy kis hangsúly, hogy hagyják-e azt, hogy ezt megcsinálhassák velünk. Tehát a nagy politika ezt a helyzetet előteremthesse-e a továbbiakban, vagy kiállunk az igazunkért, és követeljük azt, hogy ilyen helyzetben szakmai alapon válasszanak vezetőt, és ne politikai alapon. Ne az legyen, hogy valaki valakinek a valaki-e, és ezt jól megmondtam, és akkor azért támogatjuk. Jó, én ennyit szerettem volna mondani, hogyha van véleményetek ezzel kapcsolatban, vagy észrevételetek, nyugodtan használjátok a komment lehetőségeket a YouTube csatornámon, vagy akár a Facebookon, illetve telefonon is kereshettek, az a Facebookon meg van adva. Jó, tehát ennyi voltam mára, szívesen beszélnék másról is, de úgy érzem, hogy ez elég fontos téma ahhoz, hogy tehát nem szabad ez mellett elmenni, és én is töröm a fejemet, hogy hogyan tovább, mert ez nem tetszik. Annak idején nekem meséltek a kommunizmusról, úgyhogy engem komcsiznak le bizonyos emberek, mikor még úttörőse voltam. És nagyon a felé hajazunk, hogy megmondják a nagy elvtársak, hogy ki, hova, merre. Talán most már nem is számít a szakmai háttér, vagy a szakmai múlt. Ez durva, durva. Minden esetre. Na jó, 22 óra, 54 perc, én nemrég értem haza, kicsit még dolgozgatok, tegyétek ti is azt, vagy menjetek pihenni, és aki napközben nézi meg ezt a videót, annak pedig további szép napot kívánok. Nagy János voltam, és ez volt a nem tudom hanyadik vlogom. Sziasztok! Ja, és persze ezzel kell állítani.